Vadkerti Béla a Karancs Kápolna, 1918. 5-17. Kápolna áll a Karancs tetején, romok között apró kis deszkaház. Halott ki csendben erdők rejteként, örülött a szent áhítatta nyáz. Mánó kőkereszt vigyáz előtte, az Istenemben néz le róla ránk, ahogy szemléljük, öröm és béke, vigasz és boldogság száll le hozzánk. Babics Mihály, Balázsolás. Szépen könyök, segíts rajtam, Szent Balázs! Gyermekkoromban két fehér gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon, s úgy néztem a gyertyák közül, mint két ág közt kinéző ijedtőzike. Tél közepén, Balázs napon, szemem pislogva csüggött az öreg papon, aki hozzám imádkozott fölép hajolva, ahogy ott érdeltem az oltár előtt kegyes szokás szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én, s ő sem jól értett. De azért te meghallgattad, és megóvtad gyermeki életem a folytogató torokgyíktól. Kérem Somoskői Tibor polgármester urat üdvözlő beszédének megtartására. Egy írót kitüntetni nem lehet sem diadalkapuval, sem koszorunkkal úgy, mint azzal, ha őt műveiben megösmerik, ez a legnagyobb jutalma. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Ezzel a Mixert Kálmán idézettel köszöntöm valamennyiüket, községünk önkormányzata nevében a mai rendezvényünkön. Köszöntöm Karancs-Berény polgármester asszonyát, Csabainé Freisterg Erzsébetet. Köszönöm szépen, polgármester úr! Mindenek előtt én is szeretném köszönteni, üdvözölni Önöket, tisztelt Hölgyeim és Uraim, annál is inkább, mert számomra ez a meghívás, a bizalom, a megtiszteltetés jele, hogy ilyen jeles mű, ha nem is könyvformában való megjelenése, hanem egyáltalán megszületése és a közönségnek való bemutatása alkalmával szerény közleműködő lehetek. Szeretném megköszönni, hogy itt lehetek. Megtisztelnek azzal, hogy meghallgatnak. Remélem, hogy úgy érzik majd, hogy a regény erre érdemes. Hogy milyen inspirációim voltak ebben a dologban? Hát itt voltam gyermek. Légy szíves, majd vezesd le azt is itt. Ugyanis rendkívül olvasmányos, szép stílusú maga a szövegezés a regény. Visszaéreztem, de egy kicsit már talán... Hát először is el szeretném mondani, hogy maguk a versek. Ugyanis minden fejezet előtt van néhány soros versike, vers, amelyik tulajdonképpen akár mottója is lehet a fejezetnek, vagy ha úgy tetszik, hangulati bevezető. Hát itt mindjárt az elején, azt nézem, hogy oda ki van a vetítve, de oda nincs, a következő képen rajta lesz. Tehát ez így indul, hogy szótlan nézésre késztet ez a táj, majd indul a gondolat, és messze száll. Mit értek már át ezek a hegyek? Régmúltból jönnek a történetek. No, tehát számos ilyen idézetet tudok, egyáltalán nem mindet, amit itt kijelöltem, mert nagyon sokat jelöltem ki, ami különösen megfogott, és nagyon tetszett, de azért néhányat. Az érettségi találkozókat gyakorlatilag én kezdeményeztem, meg részben szerveztem is, és aztán hát fogyni kezdett az osztály. Ugye, az Isten úgy döntött, hogy néhányat szólít. És akkor előjött, hogy volt nekünk két osztálytársunk, aki aztán
az utolsó esztendőben elment. Az egyik egy fiú, ma orvosprofesszor, a másik pedig a Lórika volt. Hát akkor miért ne hívjuk őket meg? Az 50 éves érettségi talán... Előbb akkor én is úgy gondoltam egyébként. Jó, vetítsük akkor előtte. Jó, vetítsük le, és akkor, akkor a remete is jobban beleír. És ebbe ki fog segíteni a vetítést? Csak el kell indítani. Ja, csak el kell indítani. Köszönjük szépen. Most hol maradunk le? Ezt a filmet át szeretné adni Gézának. Ezt a filmet. Ezzel a CD-vel szeretnék a mai napnak örömet, maradandó eredményt adni, örömet szerezni. A Karancs film rajta, és még néhány érdekes. Köszönöm szépen. Sajnosok meg két kedves vendégünk előadásában a Remete című fejezetet. Egyes életet él, emberektől elvonulva. Társa minden állat növény, tudományát fentről kapja. A király az éjszakát a Karancs legmagasabb csúcsán töltötte. Ugye olvastam, amikor én idéztem ezt a bizonyos tanulásra vonatkozó részt, de hát így még jobb a dolog, mint ahogy ugye talán se véletlen, hogy Lapújtó éppen a fejezetben is leíratik és elhangzott. Most akkor kisebb arányban, de van egy harmadik alkotója is a kötetnek, ugye látszik egy bizonyos festmény, a Karancs ősszel című festmény, amely Balázs Mária festménye. Nincs itt Balázs Mária véletlenül? Nincs itt. Hát neki is meg kell köszönni. Hát én először is nagyon szépen megköszönöm ezt a DVD-t, de én, nekem fáj a lábam, de inkább kimennék a Karancsra, mint hogy én szónokoljak itten. Pedig, hát szónok, ez nincs szó! Pedig, hogyha ha, beszélhetnék, reggel... Idő már igaz, hogy előre haladott, de megkérdezem, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakiben felé szólunk, gondolat, vélemény, megjegyzés, kérdés a jelen. Váci Mihály még nem elég.
elég megborzolni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni égben. Nem elég álmodogni, egy nagy-nagy álom kell. Az utolsó percek Váci Mihály emlékére. Ne menj, fiam, Vietnámba! Suttogja. Köszönjük a fellépőknek a szép perceket, és engedjék meg, hogy